Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk Áder János Magyarország köztársasági elnök magyar ezüst érdemkereszt elismerésben részesítette Bárány Istvánt, a székesfehérvári és erdélyi galambokat tenyésztő fajta klub elnökét, a Magyar Galamb és Kisállat Tenyésztők Országos Szövetsége díszgalamb szakosztályának elnökét, a galambtenyésztés népszerűsítése, valamint a székesfehérvári bukógalambfajta megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként. Vendégem pedig Bárány István. Nagy tisztelettel gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt beszélgetnénk, mert mi másról, mint a bukógalambokról, hadd mutassam meg természetesen a nézőknek, és kérlek szépen, hogy mutasd meg te is ezt a elismerést. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos pillanat volt az életedben. Hát nagyon nagy megtiszteltet, és úgy érzem, nem csak személyemnek, hanem személyemen keresztül talán a székesfehérvári bukógalamb tenyésztőknek és a Magyar Galambtenyésztési Társadalom tagjainak is. Ugye azt tudnunk kell, hogy te egy tőzsgyökeres fehérvári ízig-vérig lokálpatrióta vagy, aki gyermekkora óta galambbal foglalkozik, és hát ez természetes az indítatás, hogy honnét is ered. Erről beszéljünk egy kicsit. Igen. Nekem a székesfehérvári utcák, azok meséljenek, ha végigmegyek, és nem csak a mát mutatják meg, hanem a múltat és a jövőt meg pedig előre vetítik. Úgyhogy nekem Székesfehérvár nem csak a szülővárosom, hanem a szeretett szülővárosom. Hát valamikor nagyon-nagyon régen, ugye én is kisgyerekként kezdtem az életemet, és egyből galambászattal. Nagybátyám Néhai Keller Ferenc postagalambász volt, és az ő révén fertőzöttem. Hát talán nem biztos, hogy jó kifejezés ez, de maradjunk ennél a zónál, meg a galambtenyésztéssel, a galambtartással. Aztán egy kis kanyar, középiskola, aztán az életkezdése, és aztán újból visszatérés a galambászathoz, immár a díszgalambokhoz. Ami már több, mint szenvedély. Ez már egy hivatás, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy már könyved is jelent meg a bukógalambról, a székesfehérvári bukógalambokról, és a fajtáról, az eredetéről. Azt hiszem, hogy ez egy óriási lépcső. De hogy kezdődött? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy ugye te magad írtad, hogy már 1925-ből való az első leírás, de sokak szerint már 1700 óta létezik ez a fajta. De az kellett ehhez, hogy ezt megismerjék ország és világszerte, most már tegyük hozzá, hogy ezt elkezd népszerűsíteni, és ha úgy tetszik, a szent ügy mögé állj. Azért ne feledjük el, hogy Székesfehérvár egy klasszikus parasztváros volt. Részeiben ma is felismerhető, gondolok itt elsősorban a Felsővárosra. Felsővároson ringott a székesfehérvári bukógalambnak a bölcsője. Nem véletlenül, hogy elsősorban parasztemberek, aztán polgáremberek lettek azok, az első tenyésztők, az első, hogy mondjam, elismertetők, és Székesfehérváron mindig nagyon jó nevű galambászok voltak. Cserpalkovics Feri bácsit tudnám megemlíteni, a maiak közül Schindler Gábort említeném meg, megemlíteném Osztolics Ferencet, Radics Ferencet, Gazdag István, és méltatlan lennék, ha Szücsantal nevét nem mondanám, de sorolhatnám, és nagyon nagy zavarba vagyok, mert F. Szabó Józsefet is ugyanígy mondhatom, Szabó Lászlót. Tehát egyszerűen Székesfehérváron, hogy valaki egy kicsit járatos a galambtenyésztésbe, az egy könyvet tudna írni csak a tenyésztők neveiről. És valahol itt indult el, amikor én igazán Budapesten volt egy nemzeti kiállítás, ahol leültem, és nagyon szégyellem, de egy öreg úr, nem emlékszem már nevére, egy öreg úr mondja, hogy maga ugye Székesfehérvári. Mondtam, igen. Hát maguknak van ám aztán egy nagyon szép galambfajtájuk. Hát mi akkor még hercésztünk, pulcésztünk, ez egy ilyen gyűjtőnév, és akkor egy kicsikét úgy följött bennem, hogy hát álljon meg a menet, hát ez a galambfajta miért nincs itt, miért nincs a nemzeti kiállításon. És hazajöve elkezdtem körbenézni, hogy még kinél van. És akkor találtam meg Léner Ignácot, aki a fajtának a legnagyobb egyénisége volt, aki végig gyerekkorától haláláig tartotta ezt a fajtát. Megtaláltam Osztolics Ferit, akit régóta ismertem, csak nem tudtam, hogy nála vannak ezek a galambok, és akkor elkezdtük összeszedni külföldről is, találkoztam Csíkszeredába, találkoztam Székelyudvarhelyen,
olyannal is találkoztam, aki mondta, hogy Székesfehérvárról vitte. Ugyanezt megtaláltam Máté Szalkán például Pénzes István személyébe, aki innen vitte galambokat. Elkezdtük összeszedni, elkezdtük tenyészteni, tudatosan egy kicsikét formálni, egységesíteni, és akkor megjött az ötlet, hogy újra elismertessük. Tehát tulajdonképpen küldetésednek tekintetted, hogy egyrészt, ha már székesfehérvári bukógalamb, akkor igenis legyen itt az otthonában, a városában egy komoly tenyészet, több komoly tenyészet. Másrészt pedig ugye élére álltál a Fajtaklubnak is. A Fajtaklub létrehozása az egy áttörés volt, mondom én. Igen. Jó néhányan nagyon kevés esélyt adtak rá, hogy ezt a fajtát mi újból egy kicsit, hogy mondjam, reflektorfénybe tudjuk helyezni. Sikerült, és hál' Istennek van egy olyan 10-15 fős Max Székesfehérváron, és mellett egy ilyen holdudvarszerűség, amelyik hajlandó ezért a fajtáért némi nemű áldozatot hozni. És én azért úgy gondolom, hogy ami Székesfehérváron jött létre érték, és itt a székesfehérvári bukó mellett hadd említsem meg a magyar óriás nyulat is, amelynek az egyik bölcsője itt ingott Székesfehérváron, a másik bölcsője Szegeden, arra hadd legyünk már büszkék. Ez nem egy kitalált fikció, hogy milyen lehetett, vagy hogyan lehetett, vagy miként lehetett, hanem tessék, itt van ilyen. Tehát oda tudjuk rakni. Beszéljünk a népszerűségéről, hiszen aztán a segítségetekkel nektek köszönhetően ez elterjedt fajta lett, viszont továbbra is természetesen itt van a bölcsője. Hogy sikerült ezt elérni? A galambászokról azért tudni kell, hogy bizonyos értelemben hiú emberek, mindenki azt a saját fajtát, amit megszeret, azt szeretné továbbvinni. Aztán mégiscsak országszerte elterjedt, és nem csak a Székesfehérvári, hanem tegyük hozzá, hogy az erdélyi galambokat is tenyésztik ma már. Én örülök neki, hogy olyan tenyésztőtársakkal kerültem össze, akik megértették azt, hogy nekünk ez nem a pénzről szól. Nekünk ez a városról szól, a városról való kötődésünkről szól, a szórakozásunkról szól, és értékmegőrzésről szól. Innentől kezdve rengeteg írás jelent meg a Székesfehérvár bukóról. Innentől kezdve rengeteg helyre, aki jelentkezett, hogy ő már pedig szeretne székesfehérvári bukót tartani, az jelképes összegér kapott tőlünk tenyésztésre alkalmas galambokat. Nem csak kapott, hanem kap is. Most is többen vannak, akik várják, például Csengeren, várják Ausztriába, Székelyföldre rendszeresen, a székelyföldi tenyésztőket rendszeresen segítjük, és hál' Istennek megjelent már több, hogy mondjam, európai országba is, ahol a fajta szépsége, és ami elsősorban lényeges, az, hogy ez a fajta viszonylag közel áll egy természetes állapothoz. Nem természetes állapot, tehát ez a kitenyésztett állatokra jellemző természetes állapotról beszélek. Önmaga neveli fel a kölykeit, tehát a fiókáit, nem kell dajkagalamb, nem kell különleges elhelyezés, nem kell különleges takarmányozás, tehát egy viszonylag egyszerű, nem igénytelen, tehát igénytelen jószág nincsen, ezt felejtsük el. Csak kevésbé igényes és kevésbé túltenyésztett fajtáról beszéltünk. Nagyon fontos kérdés, hogy ugye te magad úgy fogalmaztál, hogy a királyi városok galambja, a galambok királyáról van szó, de miért bukógalamb? Repüléskészben hátrafelé átfordul. Egyet, kettőt, hármat, attól függ, hogy éppensége, hogy mondjam, mit hozott a génjeibe, milyen kedve van, mert azt észrevettem, hogy azért a galambok akkor ugyanúgy, mint az emberek, hogy egy jó kedvükbe csinálják ezeket a produkciókat. És ez egy szemedgyönyörködtető látvány, valahogy úgy képzeljük el, mint hogy színes labdákat dobálnánk fölfele a levegőbe, és különböző magasságokban vannak ezek a labdák, mert amelyik átfordul, az veszít a magasságából egy kicsit, és lejjebb kerül. Amelyik átfordult már, és újra fölfele törekszik, az följebb megy, ugye. És ez egy ilyen kis forgó, mint a labdák, hogyha forognának a levegőbe. Beszéljünk egy kicsit a versenyekről, hiszen a megmérettetések nagyon fontosak a tenyésztők számára is. Hogy jöttek létre azok a versenyek, amelyek aztán nemzetközi hírnevet is szereztek ennek a galambfajtának? Ugye az urbanizáció magával hozott egy bizonyos fokú zártságot. Valamikor a galambtartás az elsősorban funkcionális szempont volt,
Két dolga volt, az első, a 90%-ban élelmiszer volt, a 10%-ban pedig szórakoztató valami. A régi kocsmák világát azért egy kicsikét vetítsük most elő, ahol bevittek galambokat egy-egy kalitkába, és akkor ott elmondták, hogy melyik a jobb, melyik a kevésbé jó, és annak a galambnak a gazdája, amelyikét jobbnak ítélte meg a közönség, a hozzáértő közönség, az büszke volt. Na most innen egy lépés már csak a kiállításunk világa, legyen az helyi, nemzeti, vagy éppenséggel Európa kiállítás. Nagyon jó nevű tenyésztőink vannak, Székesfehérváron talán az egyik legeredményesebb, talán így fogalmaznék, hogy legeredményesebb tenyésztő Radics Pisti. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy a fajta egyik leghasznosabb tenyésztője például Osztolics Ferenc. Ugyanide sorolom Gazdag Istvánt is, akik eredményt is hoznak, de az ő produkciójuk elsősorban abba merül ki, az én szemszögemből, hogy ők a fajtát másoknál népszerűsítik. Olyan galambokat adnak nekik, amelyikkel eredményt tudnak elérni, olyan galambokat adnak el, amelyik viszonylag könnyen hozza a fajtára jellemző színvilágot, és ugyanakkor meg kell állapítani, hogy Székesfehérvár ilyen szempontból egyre szorultabb helyzetben van, mert megjelentek a különböző városok, települések versenyző is székesfehérvári bukógalambbal. Igen, de hát fejlődni kötelező, és azért az egészséges hiúság is azt mondatja velem, hogy azért a központ továbbra is Fehérvár. Viszont bekapcsolódtak olyan országok is, mint Németország, Szlovákia, Ausztria. Ez egy nagyon, nagyon nagy eredmény. Így látjátok ti is, hogy egyre többen érdeklődnek külföldön is a bukógalamb iránt? Igen. Hál' Istennek viszik, és hál' Istennek meg is ragad. Még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fajta megőrizte az eredetiségét. Tehát ez nem került olyan fajta átalakításra, amelyen sok galambfajtánk átment, és részben elveszítette a tulajdonságát, például magas röptű, nem magas röptű, nagy testű alargalom, nem nagy testű, egyéb, de egyébként ugyanakkor olyan küllemi jegyeket kapott, amely bizonyos csoportnak tetszik. Én nekem az a véleményem és az a felfogásom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy megőrizzük azt a küllemi kinézetet, amit az őseink valamikor ennek a galambfajtának adtak. Ez olyan mindig kicsit a műemlékvédelem. Tehát én azt a vonalat képviselem, hogy egy, tetszik a Vörösmarty téren ez az újjáépített ház, ahol megőrizték a külsejét. Belül átalakították már, hogy teljesen más vonalakba, de kívülről azért még ugyanazt látom, mint amit láttam gyerekkoromban is. Na most a székesfehérvári bukó, ha most valami csoda történne, és a század elejéről valaki ide jönne, az egyből azt mondaná, hogy székesfehérvári bukó. Ugyanolyan. Ennek tükrében fontos, hogy az új generációt, egy másik generáció is foglalkozik ezzel? Hogy tudjátok megnyerni a fiatalokat ennek? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan olyan tevékenység van, ami egyre inkább előrekszik, ami nem baj természetesen, ha van utánpótlás. Ma valljuk be őszintén a számítógépes világban kicsit nehéz megszólítani a fiatalokat ehhez a természette közelibb. Nem természet közeli világon. Ennek ellenére nem lehetetlen. Évente mindig van egy-kettő olyan fiatal, aki jön hozzánk, aki csapódik. Most például pont egyik este Gazdag Istvánnal beszélgettem, és Kálozon egy fiatal 12 éves fiúnak van egy egész, hogy mondjam, komoly állománya. Soponyán is van a barátom és a Vargas volt a maguk 30-as éveivel, nem számítanak az idősebb korosztályhoz, és András például háromszoros Európa győztes, Zsoltnak egy szenzációs szép állománya van. Tehát sorolhatnám azért, nem, tehát a galambászat ma nem egy tömeg. Világos. Hobbi, de nem vagyok benne biztos, hogy nem fordul a világ. Most azért abban az irányba tendál a társadalom, és nem csak a magyar társadalom, hogy egy kicsikét mennek ki az emberek egy zöldövezeti részbe. És ott előbb-utóbb több helyen megjelenik az állattartás valamilyen formában. Bízunk ebben. Én egyébként milyen feladatok, milyen programok várnak még rátok hát a közeljövőben? Ezt majd a Covid határozza meg, de jövő héten vasárnap Monoron az MGKS-nek a kisállatbőrzéje lesz. Ez egy olyan reggel 7 órától, 6 órától,
12 óráig tartó rendezvény, amelyikre nagyon szívesen látunk minden családot, állatszerető ember, akik csak úgy elnézek előttnek egy-egy ilyen rendezvényen, hát a kedvet kapnak. Én még egy dolgot megemlítenék. Én nekem örömteli, hogy ma Magyarországnak egy olyan agrárminisztere van, dr. Nagy István személyébe, aki észreveszi a kicsiket is. Hogy mire gondolok? Voltam ezen a ünnepségen, személyesen a miniszter urat tárt, és pékmester, kovácsmester, akvarisztikus, gazdasszonya, Borbáskertnek a gazdasszonya, és többek között személyem, illetve egy másik galambásztársam is. Amire valljuk be őszintén, az elmúlt időszakban nem nagyon tudok példát mondani. És most nem azért, mert kaptam egy ilyen elismerést, de ilyenkor azért úgy örülnék, hogyha több szinten fölismernék a vezetők, hogy egy oklevél, vagy egy embléma, az a szegmensek képviselőinek is jól esik. Bizonyos megerősítést jelent, nincs kétségem felőle. És visszaigazolás, igen, egy kicsit visszaigazolás, hogy valamiért, nem mint hogyha panaszkodnék, a városvezetésétől is kaptunk egy-egy oklevelet. Most egy kicsikét úgy érzem, hogy laposabb a kapcsolat a galambázat és a városvezetés között, ami remélem, hogy csak átmeneti lesz. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy amikor kellett, akkor viszont tisztességesen támogattak bennünket. Nos, hát én akkor még egyszer gratulálok minden galambász és nem galambász nevében, mert azért csak-csak a repülés szerelmesei vagyunk mi magunk is, és köszönöm szépen, hogy vagytok, és sok sikert kívánok a jövőben is. Én köszönöm szépen, hogy odafigyeltél, és meghívtál erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen. Jó egészséget kívánok. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, hiszen nemrégiben Székesfehérváron is megtörtént a Magyarok Kenyere Akció programja. Erről láthatnak egy összeállítást. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Ezúttal a program keretében egy martonvásári cégcsoport ajánlott fel 20 tonna búzát a Magyarok Kenyere alapítványnak. Az adomány egyik része 10 tonna malmi búza, amiből őrlés után már is kenyeret lehet készíteni. Az adomány másik fele a fontosabb, mert 10 tonna vetőmagról van szó. Ez az egész Magyarok Kenyere program az én megítélésem szerint már pont abba a fázisba ért, hogy lépjünk egy szintet. Tehát, hogy most már ne csak úgymond csak kenyeret adjunk, és ezt elfogyasszuk, és ezzel érjük el a közösségi összetartozás érzését, hanem most már lépjünk egy agrotechnológiai szintet, és vetőmagot is tudjunk biztosítani a gazdáknak, akik ezt a saját földjükön el tudják vetni, és az ebből származó gabonamagból legyen meg a közösségi kenyerünk. Tehát az adományunknak, a támogatásunknak ez a két része van, tehát egy malomipari késztermék és egy vetőmag része, amiből majd a jövő évi aratáskor, ami már kint történik meg, a kinti gazdák által fog származni a kenyér. És hogyha ez minden jól működik, akkor én nekem nagy bizodalmam van, hogy a következő 5 évben már tulajdonképpen nem is adományokról beszélhetünk, hanem egy kölcsönös együttműködésről, hiszen ezzel a lépcsővel, hogy a vetőmagot ott kint tudjuk előállítani, termeszteni, és ott kint tudunk aratni, egy minőségi és értékbeni szintet tudtunk lépni. Ez egy célzott támogatás, tehát kifejezetten Kárpátaljára szánták? Nem, kifejezetten a Magyarok Kenyere programnak szántuk, tehát itt a maga a cél az, hogy az alapítványnak a kitűzött célja is, hogy a magyar gazdálkodók elsősorban azon magyar közösségekhez jusson el ez az adomány, ahol ez segíteni tud. Célzott annyiban, hogy itt a vetőmaggal már a magyar gazdálkodókat célozzuk meg, hogy az ő technológiai színvonalukat tudjuk támogatni, őket tudjuk segíteni, de természetesen ez alapítványi hatáskör, és ahogy elnök úr is említette, tehát pontosan a református egyházközösség segítségével legyenek kiválasztva azon adományban részesülők, támogatásban részesülők, akik ezt jó kezekkel, jó eszközökkel haszonra tudják váltani.
A felajánlás a Magyarok Kenyere Alapítványhoz érkezett, és az alapítvány Kárpátaljára juttatja el a búzát, ahol a református egyházkerület osztja szét a kárpátaljai magyar gazdák részére. A program nevében szereplő 15 millió búzaszem a 15 millió magyart jelképezi az ország határán innen és túl. Ez egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon-nagyon ajándék a kárpátaljai gazdák számára, mert először is megfelelő szintű búzát tesznek a földbe, hogy megfelelő kenyeret tudjunk sütni az éhezőknek. Másodszor pedig az, hogy együve tartozunk, mint a 15 millió búzaszem, és így érződik az egymás iránti szeretet, és nem mindegy, hogy szóval szeressük egymást, hanem cselekedettel. Látszik az a mindennapi életben, hogy nem csak beszélünk a szeretetről, és a Kárpátalja, az itteni anyaországban élő testvérek úgymondva érzik, tudják, hogy nem csak adni kell, és tudják azt is, hogy jobb adni, mint kapni. És én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, a gazdák nevében, hogy ilyen testvéri szeretet van a határon túli testvérek iránt az anyaországból, és mindent megtesznek, hogy meg tudjanak maradni. És még ami nagyon fontos, hogy ugye nagyon nehéz a helyzet, hogy ugye elmennek sokan a külvilágban dolgozni a megélhetőség miatt, de így, ha búzát adunk, vagy bármilyen gazdasági dolgokban segítséget nyújtunk, akkor azok a gazdák, ha vetnek, akkor nem fognak elmenni a nagyvilágba dolgozni, mert oda tartozunk ahhoz az anyaföldhöz, és ott kell maradnunk, és így közös összefogással meg tudunk maradni, és tudjuk Isten országát építeni. Nagy Béla hozzátette, hogy a segítség azért is fontos, mert a kárpátaljai gazdák saját földjükön tudnak dolgozni, nem kell külföldre menniük a megélhetés reményében. A program egyik fő pillére a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A MAGOSZ elnöke Jakab István elmondta, hogy ez az adomány csak az első lépés Kárpátalja felzárkóztatásában. Jövőre 10 fajta kísérletet indítunk el, kukoricával is, és azon dolgozunk, hogy megtaláljuk azokat a partnereket, akikkel az egész Kárpátaljára kiterjesztett vetőmag termesztést tudunk megvalósítani. Hogy az ottani emberek magas hozamot garantáló fajtákkal, intenzív fajtákkal tudjanak dolgozni úgy, hogy közben ehhez a munkához adunk tudást, technológiát, és nyilván a szervezésben is segítünk. Együttműködünk a Kárpátaljai Főiskolával, tanácsadóhálózatot alakítottunk ki, a falugazdászok már működnek, szakértők, tanácsadók működnek. Nyilván a következő lépés lesz majd ehhez a feldolgozóiparnak a megerősítése. A magyar kormány által adott támogatásokat így kívánjuk segíteni, hogy még jobban hasznosuljanak, hogy ehhez adunk tudást, szervezőerőt, a mi igazi, mély, emberi humánumon alapuló kapcsolataink révén. Miért van erre szükség? Tehát Kárpátalján maguktól nem tudják megtermelni a kellő búzát? Azt gondolom, aki járt Kárpátalján, látta, hogy az ottani emberek milyen körülmények között vannak. Milyen körülmények között élnek. Én azt gondolom, nem a program keretében kell a kárpátaljai embereket ért atrocitásokat kiemelni. Nem a program keretében kell azt bemutatni, hogy milyen mély szegénységben élnek az emberek. Nem a program keretében kell bemutatni azt, hogy 40-50 éves traktorokkal dolgoznak, elavult régi ócska munkagépekkel. Ehhez kell nekünk tudást, technológiát, pénzt, hátteret adni, hogy fel tudjanak zárkózni. Jakab István elmondta, hogy fontos segíteni a kárpátaljai gazdákat abban, hogy megerősödjenek, a szülőföldjükön maradhassanak, és versenyképesen tudjanak gazdálkodni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!